Sziasztok! Remélem jól vagytok. Nekem ma van a szabadságom első napja, úgyhogy ennek örömére kettő videót is rögzíteni fogok. Úgyhogy majd a következőben is ebben a ruhában láthattok engem, mert nem vagyok hajlandó átöltözni, de azt gondolom, hogy itt mindig is a tartalom volt a lényeg, szóval ezt nem is kell nektek magyaráznom. Képzeljétek el, hogy tegnap beszereltek nekem valamit. Igen, végre lett légkondicionáló a lakásban. És még mielőtt valaki azt mondaná, hogy bezzeg erre költöttél, és mikrofonra pedig nem, hát akkor el kell mondanom, hogy ez nem a sajátom. És nem is lesz soha a sajátom, úgyhogy ezáltal nem is én ruháztam be rá, viszont végre jó időt tudok csinálni a lakásban, és már jól fogok tudni aludni is. Úgyhogy nagyon lelkes vagyok így most a szabadság előtt, természetesen a könyvekhez is, úgyhogy vágjunk bele, most egy bookhaul videó fog következni, azt a címből is láthatjátok, még június végén rendeltem az Európa Könyvkiadótól könyveket, mert egy nagyon jó akciójuk volt, és hát én ezt nem hagyhattam ki. Úgyhogy most nézzük is, hogy miket vásároltam. Tartsatok velem! Niccolò Ammaniti, Én és te. Már olvastam korábban az olasz kortárs szerzőtől az Én nem félek című művét, amellyel ő gyakorlatilag berobbant a köztudatba, és amellyel engem teljesen levett a lábamról. Ez egy nagyon megható és megrázó könyv volt számomra, nagyon emlékezetes is, ezért is szoktam többször is felemlegetni itt a csatornámon. És azt el kell mondanom nektek, hogy én szoktam félni az olyan könyvektől, amelyekben gyerek a főszereplő, vagy gyerek narrátor van, hiszen azért egy felnőtt ember nem biztos, hogy át tud lényegülni a gyerek fejébe, és van, hogy sokszor az az érzésem, hogy túlságosan felnőttként gondolkodik az a gyermek a könyv lapjaiban, és nem nagyon tudok vele azonosulni. Na de Niccolò Ammaniti képes volt ott egy olyan kisfiút alkotni, akinek elhittem, hogy az a 10 éves gyerek, vagy 8, nem tudom már mennyi idős volt. Itt viszont egy 14 éves kamasz a főszereplőnk, Lorenzo, aki úgy dönt, hogy nem megy el osztálytársaival síelni, hanem azt az egy hét szünetet ő otthon tölti a pincéjükben, bezárkozva, egyedül, olvasni fog és magával foglalkozik. Egy kicsit ki akarja zárni a külvilágot. Azonban ez nem sikerül neki, mert megjelenik a testvére, Olivia. Olivia már 23 éves, és drog problémákkal küzd, és éppen nagyon lejtmenetbe került az élete akkor, amikor hazaállított. És Lorenzo az egyetlen, aki segíteni tudna neki, akihez fordulhatna, és ketten együtt a magányt is legyőzhetik. Itt azt írja egyébként a könyv, hogy ne hajj meg, kérlek, ne hajj meg, majd én segítek, bízzak rám. Az Én nem félekben is alkotott egy olyan kisfiút, aki segíteni próbált egy másik gyereknek. Na és itt is most alkotott egy olyan fiút, aki segíteni próbál a nővérének. Hát nagyon kíváncsi vagyok rá, minden esetre ez egy kisregény, úgyhogy nagyon hamar el lehet olvasni, de biztosan tudom azt, hogy tele lesz érzelemmel, és ez nekem nagyon fontos az ilyen könyveknél. Stephen Leacock, Gertrúda nevelőnő. Hát az íróról azt kell tudni, hogy 1869-ben született Angliában, mindösszesen 6 évesen a szüleivel átköltöztek Kanadába. Egyébként humoros írásairól, szatirikus műveiről ismert, és bár közgazdászként is egyébként elismert volt, és több gazdasági elméleti írást adott közre, illetve a politikai közgazdaságtanhoz is hozzájárult, hozzátette a névjegyét, de minden esetre az irodalomban a humoros írásairól lett híres, gyakran a kanadai társadalmat vette górcső alá, és azt kritizálta, illetve hát az emberi természetet is természetesen. Hát Karinthy Frigyes is nagyon szerethette őt, ugyanis 1927-ben több művét is lefordította, és hát gondolom, hogy tudott vele azonosulni, hiszen Karinthy is a humoráról híres.
Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá. Egyébként ez nem egy regény, hanem itt hát több kisebb, rövidebb írását tartalmazza ez a könyvecske. Például van ilyen címe, hogy Egy magányos nagy lélek fejlődése, Rossz csirkef Mária emlékiratai. Jaj, ez a cím is. Vagy itt van például A munkahőse, avagy Nemes úr a daróc nadrág alatt. Hát kíváncsian várom, egyébként 2019-ben jelentette meg új köntösben az Európa Könyvkiadó. Az imént említettem, hogy tartok a gyermek szemszögből írt regényektől. Hát ennek ellenére megvásároltam az 1993-as Man Booker díjas könyvet, ez pedig nem más, mint Roddy Doyle, Paddy Clark, ha-ha-ha. És ez viszonylag későn lett egyébként lefordítva, már is megnézem. 2020-ban Enki Zsuzsa fordításában jelent meg, szóval csak nem 30 évet kellett várni erre a könyvre. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, ugyanis Roddy Doyle a kortárs ír irodalom egyik kimagasló alakja, és több olyan könyvet is írt, ami ott hazájában, illetve Angliában is nagy sikerrel, nagy példányszámban adtak el. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá. Paddy Clark egyébként egy 10 éves kisfiú, és a 60-as évek Írországában játszódik a történet, és az ő szemszögén keresztül figyelhetjük meg a családját, a barátait, és az, hogy hogy tekint ő a világra, és megismerhetjük az ő ártatlanságát, kíváncsiságát, de még a csíntevéseit is, hiszen azért Paddy nem egy minta gyerek, hanem tele van huncutsággal. Egyébként itt azt írja a hátoldala, hogy elég vadóc fiú, barátaival focizik, kavbolyosat játszik, Barry Town szerte belekarcolja a nevét a száradó betonba, és gyújtogat is. Ráadásképpen még az öccsét is utálja, Francis-t, mert ez így szokás. És szereti a szüleit, de úgy tűnik, ők nem szeretik egymást, és pedig meg akarja érteni, hogy miért. Mindent lát maga körül, de egyre kevésbé ért bármit is. Fú. Szeretet, fájdalom, veszteség érzésének legapróbb rezdüléseit olvashatjuk itt. És én azt olvastam egyébként a könyvről, mielőtt megvásároltam, hogy ami biztosíték rá, hogy szerintem én ezt nagyon szeretni fogom, hogy rendkívül jól átadja a kisfiúnak a hangját, a gondolkodásmódját, úgyhogy el fogom tudni neki hinni, hogy itt egy kisfiú a regénynek az elbeszélője. Nick Hornby írta róla, hogy lenyűgöző könyv, bizonyítja, hogy Doyle generációjának egyik legnagyszerűbb írója. Joseph O'Connor, az Irish Times-on pedig ezt írta, a stílus és a megfigyelő képesség diadala. Nagyon kíváncsi vagyok rá. Azt már tudjátok rólam, hogy én egy hatalmas nagy futballrajongó vagyok, hiszen ezt többször is elmondtam itt a csatornán, és bár ez a külső imidzsemhez nem annyira passzolhatna, hiszen én egy nagyon nőies nő vagyok, kívül is igyekszem annak mutatni magam, de belül aztán abszolút az vagyok. Ennek ellenére engem ez a sportág teljesen levett a lábamról, már egészen, hát, lehet, hogy már voltam 10 éves is, amikor úgy igazán elkezdett érdekelni, de hát azóta töretlen a szenvedélyem, úgyhogy megvásároltam Juan Villorrótól a Gólöröm című könyvét, amely igazi futballfanatikusoknak szól, és rengeteg kérdés taglal, ráadásul kortársmű, szóval a mai jelen futballjára is koncentrál. Egyébként Carlos Fuentes, a Juan Villorro kortársa, hiszen mexikói szerzőkről van szó, azt mondta erről a könyvről, ha a futballról akarnak beszélni, akkor forduljanak Juan Villorrohoz. Hát én hozzá fogok, ez biztos. Egyébként van sok magyar szerző is, aki írt a futballról, köztük például Eszterházi Péter, vagy éppen Mandi Iván is. De itt még azt írja egyébként, hogy Végantal,
Moldova György, Körösi Zoltán, Darvasi László, Sajó László és Ferdinándi György is értekezett már a futballról, és nagyon kedvelik ezt a sportágat. Na, de hogy miről is szól ez a könyv? Varázslatosak a futballról szóló elbeszélései, és különlegesek az esszéi is, miközben őt is gyakran ugyanaz foglalkoztatja, ami minden futballrajongót. Ki nagyobb játékos? Messi vagy Ronaldo? Igen, ott fönt. Ott. Igen. Azt hiszem, hogy ezzel most én ezt elárultam, hogy én mit gondolok. Mitől lett a Barcelona egészen különleges csapat? A Barcelona különleges csapatom. Most akkor ezt is megválaszoltam. És mi volt Guardiola titka? Mi Guardiola titka? Nem volt, hiszen a Manchester City-vel most bajnokok ligáját nyert. Melyik a futballtörténelem legnagyobb gólja, és hogy lehet, hogy az a gól két szinte tökéletesen egyforma változatban létezik? Miért köpködnek a focisták? Miféle szerzet a bíró? Hogyan választhatja egy felnőtt ember hivatásául azt a szakmát, amelyben rendszeresen szídni fogják az édesanyját? És egyáltalán mi a futball? Miben rejlik a varázsa? Mitől vált olyan emberi tevékenységé, amely leginkább egyesíti az emberiséget egy közös szenvedélyben? Hú, ezt a könyvet nekem írt a Víóró, én alig várom már, hogy belekezdjek. És itt van egyébként Puskás Ferenc a borítom. És hát messzi mezbe van itt a kisfiú. Na, hát látszik, hogy mennyire lelkes vagyok ehhez a könyvhöz, alig várom már. Lucy Edlington, a piros talag. Bevallom őszintén, szkeptikusan állok az Auschwitzban játszódó történetekhez, azokhoz, amelyek napjainkban íródtak. Én azt gondolom, hogy már több bőrt akarnak lehúzni róla a kelleténél, mint amit ez a történelem súlyos tragédiája hordoz magában. De valamiért ez a könyv engem mégis megragadott, és ez pedig az, hogy Lucy Edlington, amellett, hogy író, divattörténész is, és kicsit más szemszögből akart itt rátekinteni Auschwitzra. Egyébként több non-fiction könyvet is írt a történelem divatjáról. Azok is rettentő érdekes könyvek lehetnek. De itt Auschwitzban egy varró nő a főszereplője a sztorinak. Amikor a 14 éves Ella megkezdi élete első munkanapját Nyírligeten, a színes sejmek, a csipkék és szalagok, az ollók, varrótük és gombok csodálatos világába lép be. Ella a ruhatervező, ám a varroda nem egy átlagos divatszalon, és nem is hétköznapiak az ügyfelei, és ebben a világban minden megtervezett ruha és minden egyes öltés a túlélésről szól. Auschwitz-i varrónök valós tapasztalatait használta fel, és nagyon komoly kutató munkát végzett, ahogy én utána olvastam, és tényleg nagyon ért mind a divathoz, mind pedig a történelemhez is, és ezt a kettőt nagyon jól össze tudta rakni ő. Felkavaró és fontos könyv, amely remény az együttérzés és az élni akarás üzenetét hirdeti, és egyébként fiatal felnőtteknek írta ezt a könyvet, de természetesen mi felnőttek is élvezni tudjuk. És ez a borító nekem nagyon tetszik, kivéve ezt a részét, ezt itt kitakarnám. Nagyon szép szerintem. Úgyhogy kíváncsi vagyok rá. A következő könyvet már 2019 óta szeretném megvásárolni, amikor megjelent az Európánál, de mindig sokaltam az árát, viszont most megvártam, hogy 3000 forint alatt legyen, így végre a polcomon tudhatom majd Tilmán Láme a Mannok családregényt. Hát mondanom sem kell, hogy kinek a családregénye, ez természetesen a németek egyik leghíresebb írójáé, Thomas Manné. És egyébként Tilmán Láme egy fiatal német irodalomtörténész, aki hatalmas nagy kutatást végzett, és viszonylag vastag könyvet adott ki erről a híres neves családról.
Thomas Mann 1905-ben vette feleségül egy nagyon híres, vagy híres, egy dúsgazdag milliómos lányát, Katya Pringsheimet, akivel 1919-ig 6 gyermeket vállaltak, 3 lányt és 3 fiút. És akkor kezdődik el a történet, amikor a két legidősebb gyermek, Erika és Klaus, kamaszkorban járnak, viszont innentől kezdve minden szereplőre fókuszál az író, és hát azt tudni kell, hogy ebben a családban mindenki próbálkozott írással, több-kevesebb sikerrel. Hát azért Thomas Mann árnyékában nem lehetett könnyű írni, ráadásul Thomas Mann bátyja Heinrich Mann is nagy sikerrel jelentette meg a műveit, de talán Klaus azért, ha nem is tudott felnőni Thomashoz, az apjához, de azért ő is nagyon híres lett, például itt van a polcomon a Mephisto című regénye. És nézzétek, milyen a háta. Ez egy nagyon-nagyon jó kép, mert viszonylag halvány, de annyira jó. Még itt azt írja, hogy lámme ismeretlen levelek, naplók és feljegyzések százait is áttanulmányozta, és bőségesen idéz belőlük. A tényeket és dokumentumokat beszélteti, ő maga nem fűz hozzájuk értelmező, minősítő kommentárokat. Éppen ezek a tények osztanak el, azonban olyan legendákat oszlatnak el, amelyeket elsősorban a családtagok maguk híreszteltek el magukról, így többek közt a politikai tisztenlátás és következetesség illúzióját, valamint a családi harmónia ködét is. Külön-külön regénybe illően fordulatos, a német történelemmel szorosan összefonódó és sok szempontból tragikus sorsát ennek a családnak, kronológikus rendben évről évre a párhuzamos életrajzok módszerével halad. Azt gondolom, hogy én ezt nagyon-nagyon fogom szeretni, már olvastam Thomas Manntól, és szeretnék is jövőre. Hát olyan fejezetcímek vannak, hogy Veszély és pénz 1940-41-ben. De van benne egyébként kép is, meg tudom mutatni, itt például. Thomas Mann fellépése a Carnegie Hallban. Na, azt a... Vagy itt is van például kép. Ez pedig Golo Mann, mint végzős hallgató 1927-ben, előbb arról a második barátja póló hátsó sor közepén. Elől balról a második. Hát akkor ő az. Ő volt Thomas Mann egyik gyermeke, Golo. Nagyon várom már, hogy olvassam. Ti mit gondoltok az öregedésről? Nekem van egy nagyon határozott koncepcióm a témával kapcsolatosan. Az idő múlásával, az idő előre haladtával a testünk változik, az agyunk lelassul. És hát ezt nem tudjuk kontrollálni. Az öregedés megmutatkozik az egészségünkben, a külső jegyekben, és az életmódunkban is. Elkezdünk összülni, ráncosodunk, itt-ott már fáj, orvosról orvosra járunk, és ez ellen nem tudunk mit tenni. Viszont én nagyon fontosnak tartom azt, és ezt próbálom mindig a csatornámon elmondani, hogy nem a külső a fontos, hanem a belső, fektessünk a lelkünkbe, foglalkozunk a lelkünkkel, törődjük, ápoljuk. Mert minden egyes szituációban a lelkünk fog minket előre vinni, nem a külső, hanem a belső. Szóval, ha ezzel a problémával szenvedünk, küszködünk, akkor csak gondolkozzunk el azon, hogy de én még kíváncsi vagyok a világra, de engem még egy csomó minden érdekel. Én új hobbikba is szeretnék belevágni. Én szeretnék új embereket még megismerni. Nincs vége. Lehet, hogy fáj, de majd holnap könnyebb lesz. Majd ezt meg azt megfogadom, az orvos tanácsát, és megyek előre, és nem hagyom magamat. Mert a belső a lényeg. Sajnos sok ember abban a hitben van, hogy a külső alapján elkezd ítéletet mondani, és még nem csak a külső alapján, hanem azzal kapcsolatosan is, hogy mit birtoklunk. És rengetegen abban a tévhitben vannak,
hogy ők birtokolnak dolgokat. Tudjátok, mit birtokolunk egyedül? A lelkünket. Csak és kizárólag a lelkünket, önmagunkat. Senki másra nem vagyunk hatással, semmi másra nem vagyunk egyedül. A lelkünket tudjuk. Mi magunk pallérozni, karbantartani, és hogy a legnagyobb békét teremtsük meg önmagunknak. És ez egy könyv kapcsán merült fel bennem ez a gondolat, mert mostanában többször is előfordult, hogy szóba jött akár a kolléganőmmel, vagy a barátnőimmel, és én mindig erre jutok, hogy a gyermeki lelket őrzöm, ami nem a gyerekesség, az nem a gyerekesség, az a felelősség tudat mellett egy őszinte, tiszta kíváncsiság a világra. Na, és ez a könyv, ami eszembe jutott, az a Kései párbeszéd Kent Harufról, ugyanis itt 70 feletti emberek vannak a történetben. És hogy miről is szól pontosan? Edi, a 70-es éveiben járó özvegyasszony rosszul alszik, megkéri hát szintén özvegy szomszédját, Louise-t, töltse ezentúl az ő ágyában az éjszakákat, nem szexre vágyik, csak társaságra. Mindketten izgatottan készülnek az első éjszakára, és telik kételjel. De a szokatlan ötlet beválik, a két magányos ember egyre közelebb kerül egymáshoz. A kolorádói kisváros, holt lakói közül azonban sokan rossz szemmel nézik Eddie és Louise kései románcát, mint ahogy a felnőtt gyerekeik is. Ez egy lírai regény idős emberekről, akik még nem félnek attól, hogy nyissanak egymás felé, és nem félnek attól, hogy hát akár megbotránkoztassák az ottani lakókat is. És tényleg, miért foglalkozunk mi mindig másokkal? Egyébként, aki na túl sokat foglalkozik a másik emberrel, és próbál szurkálódni, szerintem nagyon nincs jó állapotban, és belül, hiszen aki jól van, az magával foglalkozik, és az kifele is tudja azt olyan szemmel nézni a világot, hogy nem a másikban keresi folyamatosan a hibát. Egyébként 2014-ben hunyt el a szerző, és ez volt az utolsó könyve, és 2016-ban Nemes Anna fordításában jelent meg ez a könyv, Jane Fonda és Robert Redford főszereplésével pedig készült is egy film belőle. És remélem, hogy most nem voltam túl sok számotokra, de én valahogy így gondolkozom erről a témáról. Végül egy magyar szerzőkönyvével zárnám ezt a bookholt, Konrád György, Kerti mulatság, Agenda 1. És ha jól tudom, akkor olyan 700 forintért vásároltam meg, de az biztos, hogy 1000 forint alatt volt, és pedig egy elég vaskos kötetről van szó, és egyébként 2015-ben jelent meg ez a kiadása. Eredetileg 1986-ban írta meg Konrád György, de akkor csak szamizdat kiadásban lehetett hozzájutni, mert le volt tiltva, és a rendszerváltás után adták ki, aztán legálisan. Ő ekkor már lezárt egy trilógiát, és ezzel egy új ciklust kezdett el, ugyanis az Agenda is trilógia, és hát ugye ez az első kötete, hiszen ott van, hogy egyes. Ő maga pedig ezt mondta, az új ciklus közös címe Agenda, további válaszkísérletek arra a kérdésre, mindenkiére, hogy mit tegyek, hogyan éljek. A Kerti mulatságban felvonulnak a szereplők, miként egy ellipszisben két középpont, egy nő. Melinda és három férfi körül, akik változatos életrajzukat az Agenda ciklus további köteteiben bonyolítják tovább. Ez azt jelenti, hogy itt gyakorlatilag minden szereplő megszólal e per egyben, és megtudhatjuk azt, hogy ők mit gondolnak bizonyos dolgokról, tehát mindegyik szereplőt jól megismerjük. Egyébként, ha jól tudom, akkor van benne egy Kobra Dávid nevű szereplő, a Melindán kívül, és van egy Dragomán Jeremiás is, és ez tök érdekes, hogy Dragomán a neve, akkoriban még ugye Dragomán György nem volt híres szerző, és mégis ezt a vezetéknevet adta, mármint, hogy ez Dragomán Györgynek lehetett érdekes, hogy ez volt a vezetékneve.
ennek a főszereplőnek. Tartósan fontosak egymásnak, és nem hárítják azt a kísértést sem, hogy gondolkozzanak az életükről. Ahogy most újraolvastam, és itt-ott megigazítottam ezt a belső emigrációban született, de legkevésbé sem életunt szöveget, megerősödtem abban a sejtelmemben, hogy a múlt idők ráérős elbeszélése nem könnyen felülmúlható kerti mulatság. Hát nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, már csak azért is, mert garantáltan érdekes karakterek lesznek, és érdekes dolgokról elmélkednek majd, úgyhogy biztosan majd el fogom olvasni ezt a könyvet. A videó végén akkor egy picit számszerűsítenék. Ez a könyvkupac volt összesen 10.000 forint szállítással együtt, és azt azért meg kell hagyni, hogy a szállítás nem olcsó, mert olyan 1500 forint környékén van. Úgyhogy volt olyan könyv, ami ugye olcsóbb volt, mint a szállítás, de nekem még így is megérte nagyon ez a rendelés. És meg azt is elmondanám, hogy engem soha nem támogatott az Európa Könyvkiadó, bár rengetegszer beszélek róluk itt a csatornámon, és rengeteg könyvet is olvasok tőlük, és ugye mindig megveszem rendszeresen a Zsákba macskájukat, amit én nagyon szeretek. De azt gondolom, hogy erről a kiadóról azért beszélek szívesen, mert rendszeresen 50%-os akciót hirdetnek. És a mai könyvpiacon azt kell, hogy mondjam, hogy ez nagyon fontos, és nagyon jó dolognak tartom, ugyanis tényleg rettentő drágák a könyvek, és én 3000 forint felett már nem szívesen áldozok könyvre, ami azt jelenti, hogy ugye általában vagy csak ilyen akció keretén belül tudok vásárolni, vagy hát antikvár példányokat vadászok, és nagy-nagy ritkán úgymond ajándékba kapok új könyveket, amiért szintén hálás vagyok természetesen, de hát ez elképesztő, hogy 50%-os akciót tudnak hirdetni 2021-2022-es könyveket is féláron meg lehet vásárolni. Bíztatnék erre rengeteg kiadót, a 20% kevés. Higgyétek el, kevés. Amíg a 30 is. Bookline-ra felmegyek, 20%. De az tényleg nem sokat segít a mai árak mellett. Na, úgyhogy ennyit szerettem volna csak elmondani. Vigyázzatok magatokra, olvassatok sokat, és akkor én most ezt gyorsan összevágom, összeszerkeztem, megy ki, és már dolgozom a következő videómon. Tartsatok velem majd akkor is. Sziasztok!